Pénteken megszakadt a hetek óta tartó sorozat, árnövekedés helyett árcsökkenést tapasztalhattak az autósok reggelre viradóra a kutakon. Legutóbb január 10-én volt utoljára tapasztalható a gázolaj árában csökkenés, most pénteken pedig bruttó 4 forinttal kerül majd kevesebbe annak beszerzési ára, így átlagosan 657 forintért lehet dízelt tankolni a kutakon. A benzin ára azonban nem változott, 618 forint maradt, és az előrejelzések szerint jelentős mértékben nem is változik majd. Nem láttunk komolyabb mozgásokat a Brent típusú olaj hordonkénti árában, így leginkább stagnálásra számítunk. A forint is azonos szinten tartja magát a dollárral szemben, úgyhogy nagyon nagy mozgásokat nem várunk, maximum egy-egy forintos korrekciók következhetnek be a jövő héten a hazai üzemanyagárak tekintetében. Az elmúlt hetek sorozatos áremelését a Brent típusú olajárának emelkedése okozta. A hordonkénti árat a Vörös-tengeren zajló összetűzések rángatják. Jelentősen emelkedett az olajára, tehát a 77 dolláros szintről visszaemelkedtünk a 83 dolláros szintre. Fokozódtak a konfliktusok a közel-keleti régióban, ami mindig egyfajta bizonytalanságot generál az olajpiacon, és erre azonnal reagál nem csak az olajára, hanem a hazai üzemanyagárak is. Bújdös Eszter azt mondja, az olajára 75-85 dolláros szinten mozog majd várhatóan a következő időszakban, így talán jelentősebb emelés emiatt nem következik majd be. Plusz-minusz 10 forintos korrekciók azonban előfordulhatnak majd, és persze a dollár-forint árfolyam is nagyban befolyásolja a hazai üzemanyagárakat.